Szívünk napja. Ingyenes szűrésekkel és előadásokkal hívták fel a figyelmet a milliókat fenyegető megbetegedések megelőzésére. Rendkívüli helyzet. Több szolgáltató bezárt a folyamatos drágulás és a várható fűtésszámlák miatt. Dzsúdósok lepték el a tatamit vasárnap. Speciális nemzetközi dzsúdóversenyt rendeztek Baján. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió szeptember 27-i keddesti híradója már is kezdődik. Korunk népbetegségére, a szív- és érrendszeri problémákra hívták fel a figyelmet a Bácskai Kultúrpalotában. A hétfő délutáni eseményen előadásokat hallgathattak meg a résztvevők, valamint egészséges ételeket is megkóstolhattak. Az idei rendezvényt is nagy érdeklődés övezte. A leggyakoribb halálokként Magyarországon a szív- és érrendszeri problémákat tartják számon. Ez nagy rész a dohányzásnak, a stressznek, valamint a mozgásszegény életmódnak és a zsíros ételeknek köszönhető. Ezen betegségekre hívja fel a figyelmet a szívnapja, amelyet már 2000 óta tartanak a világ számos pontján, így Baján is. Városunkban ezzel kapcsolatban hétfő délután rendeztek programot a Bácskai Kultúrpalotában. Az esemény során minden évben felmérik az érdeklődők egészségi állapotát, nemtől és kortól függetlenül. A Szívünk Napja programot a Szívvilág Napjához kapcsolódóan szerveztük meg. Több mint 20 éve, tehát hagyományos programsorozatról tudunk így most már beszélni, és az idén egy kicsit más megközelítésből próbáltunk hozzáállni. Sokszor szoktunk EKG vagy kardiológusokat hívni előadásra, és most egy picit más megközelítésből Sárgyi Judit klinikai szakpszichológust kértük, hogy egy kicsit más megközelítésből beszéljen a szívbetegségekről. A vendégeket Hajdú Miklós köszöntötte. Az alpolgármester beszédében a lelki problémákra hívta fel a figyelmet. Az előadások sorát Sári Judit nyitotta. A klinikai szakpszichológus prezentációjában a kardiovaszkuláris megbetegedéseket kísérő pszichés tünetekről számolt be. Mondjuk az infarktuson átesett betegek egy negyede tapasztal major vagy minor depressziós tüneteket. Jó lenne, hogyha az ő rehabilitációjukba beépíthető lenne a pszichoterápiás megsegítés, és ez folyamatban van tudomásom szerint. Nagyon kevesen jönnek egyébként a pszichiátriára segítségért, ugye a pszichés megbetegedések még mindig stigmatizáltak, az emberek nem szívesen vállalják föl, hogy lelki bajuk van. Az előadások mellett a program során EKG és szűrővizsgálatokon is részt vettek a megjelentek, ahol a vérnyomást és a testsúlyt ellenőrizték a szakemberek. De egészséges kóstolókkal is várták a vendégeket. Pillanatilag úgy érzem, hogy egészséges vagyok, de hát ezt szeretném is megtartani, ezért. Esetleg el is szokott járkálni, amikor ilyen lehetőség van? Hát ha van lehetőség és éppen be tudom iktatni, akkor igen. Abban mindenki egyetértett, hogy létfontosságú szervünk megóvása és rendszeres ellenőrzése elengedhetetlen. Mindannyiunknak a szíve nagyon fontos, és mivel nekem van egy is problémám, el szoktam jönni ezekre az egészségügyi napokra, és szeretem összehasonlítani az eredményeket, mert igyekeztem elég sokat megtenni a nyáron, hogy kicsit jobbak legyenek. A statisztika alapján évente több ezer ember hal meg heveny szívizomelhalás, azaz infarktus miatt, így már a legkisebb gyanú esetén is érdemes orvoshoz fordulni. A szív problémák jelentős része megelőzhető, elsősorban egészséges étkezéssel, valamint rendszeres szűrővizsgálatokkal és testmozgással. Baja városa is képviseltette magát a Megyei Jogú Városok Szövetségének szeptember 26-ai találkozóján. Az ülésen több fontos előrelépés is történt, hivatalosan is felvették Baját a szövetségbe, ígéret érkezett a vízi közműveket érintő tárgyalásról, és Nyirati Klára polgármester előterjesztését is elfogadták a résztvevők. Készültem előterjesztéssel méghozzá azért, mert azt gondolom, hogy az önkormányzatok nagyon nagy bajban vannak. Kormányzati segítség nélkül nem fogunk tudni ebből kilábalni, hiszen nincs különbség a városok között olyan szempontból, hogy a megemelkedett energiárak mindenhol kigazdálkodhatatlanok. Tehát legyen az Baja méretű kisváros, vagy akár Pécs, vagy Szeged, ez mindenhol problémát jelent. Tehát olyan sokszoros az energia ára,
hogy ezt nem tudjuk a költségvetésből kigazdálkodni, és ezért az előterjesztésemben 2 határozati javaslat is volt. Az első az egy tágabb értelembe vett kompenzációs kérés, tehát az, hogy a megemelkedett energiaárak miatt a kormány kompenzálja az önkormányzatokat. A másik pedig a közfeladat ellátására, tehát például óvoda, bölcsőde nyitvatartására vonatkozott, hogy emiatt kérünk kompenzációt, hiszen, és ez elhangzott egyébként a bevezetőben is, Gulyás Gergely miniszter úr említette azt, hogy a pandémia idején, amikor be kellett zárni az iskolákat, az napi 11 milliárdos veszteséget jelentett az államnak, mert az emberek nem tudtak elmenni dolgozni. Na most az én határozati javaslatom pont erre reflektált, azzal a kéréssel, a kormány felé megfogalmazott kéréssel, hogy a közfeladat ellátást kompenzálja, hiszen pontosan ugyanaz történik kicsiben, hogyha be kell zárnunk bölcsődéket, óvodákat, akkor a szülők nem fognak tudni menni dolgozni, az hatalmas veszteséget jelent mindenkinek. Úgyhogy ez a két határozati javaslat, ez szinkronban volt azzal, amit a miniszter úr is a felvezetőjében említett, és ezért aztán különösebb vita nélkül fogadta el a közgyűlés egyhangulag mind a két határozati javaslatot. Hamarosan megérkeznek az első megemelt fűtésszámlák. A szolgáltatók egy része mintegy 6-szor magasabb gázszámlára számít, az ezzel járó kiadásokat azonban nem minden munkáltató tudja fedezni. Az alapanyag drágulás és a rezsitörvény módosítás miatt az elmúlt hónapokban országszerte több cég is megszüntette az addigi vállalkozását, amíg üzemelő társaságok pedig a rendkívüli helyzethez igazodva igyekeznek fenntartani a cégeket. A sötét ablakok és a bejáratra kifüggesztett tábla azt jelzik, hogy a belváros egyik népszerű pékssége határozatlan ideig zárva tart. A vállalkozás több mint 10 éven át üzemelt a távolsági buszmegálló közelében, az iskolába induló diákok és a környéken dolgozók nagy örömére. A megemelkedett fűtés és villanyszámlák miatt azonban a tulajdonosok kénytelenek voltak szüneteltetni a vállalkozást. Egyébként ugyanis nem tudták volna kigazdálkodni a rezsivel járó magas költségeket. Július közepe körül derült ki ez, hogy nálunk ilyen villany és gáz emelések lesznek. Az eddigi gáz számlánk volt olyan 100 000 forint körül, most 1 000 000 forint felett fog lenni. A villany számlánk is olyan 100-120 000 forint helyett olyan 450 000 forint magasságában fog lenni, és akkor hát ugye leültünk, átgondoltuk, nekünk ekkora nyereségünk nincs, még ha felemeljük az árainkat, a kenyértékárót, mindent, akkor sem tudnánk kitermelni. Nem a bajai pékség az egyetlen, amely a bezárás mellett döntött. Országszerte többen szüneteltették a meglévő vállalkozásukat, azoknak a cégeknek pedig, akik továbbra is üzemelnek, vélhetően jelentős kiadással kell számolniuk, derül ki az előzetes országos becslésekből. Az idei programtervet ismerteti Andor Kódóra. A bajai szálláshely rendezvényszervezője azt mondja, forgalmas időszak áll a hátuk mögött. A nyári szezonban többször is megtöltötték a vendégek a szállodát, és már a következő hónapokra is vannak előjegyzett foglalásaik. Elmondta, a megemelkedett árak a szállodára és annak éttermére is hatással vannak. Az alapanyag drágulás miatt az utóbbi fél évben több alkalommal is árat kellett emelniük. Már a Covid, tehát a 2020-2021-es évben is érezhető volt az, hogy évközben is esetleg emelték árakat, az is azért sok mindent befolyásolt. Most viszont jobbformán teljes mértékben elszálltak az árak, tehát nem, hogy évelején van egy nagyobb emelés, folyamatosan emelkednek az árak. Jobbformán akárhányszor rendelünk árut, mindig egy picit másabb áron érkezik, általában ez nem alacsonyabb árat jelent. Úgyhogy valamilyen mértékben ehhez sajnos alkalmazkodnunk kell, tehát akár az étlapárok, akár az étlapárakat, akár a menüárakat valamilyen mértékben emelni kell. Igyekszünk ezt úgy emelni, hogy még a vendégek számára ez elfogadható legyen. Hozzátette, a benzinköltségek további nehézséget jelentenek a mindennapokban. Emiatt a vidékre történő házhozszállítás esetén a korábbinál magasabb összeget kénytelenek felszámolni. Kiemelte, annak érdekében, hogy csökkentsék a fogyasztókra nehezedő nyomást, igyekeznek kedvezményeket biztosítani a vendégeknek. Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke nemrég az Inforádiónak nyilatkozott a várható rezsihelyzetről és annak következményeiről.
Úgy fogalmazott, a következő hónapok kihívás elé állíthatják a munkáltatókat. Kiemelte, a koronavírus járvány okozta nehézségek miatt az elmúlt években 51 ezer hazai üzletből mintegy 3400 egység zárt be. A becslések szerint ősszel ennél jóval többeknek kell új munkahely után nézniük. Tovább folytatja az ellenőrzéseket a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV a honlapján azt írja, megyénkben a következő időszakban több szolgáltatót is ellenőriznek. A taxisoknál többek közt a számla és nyugtaadást, a taxaméter megfelelő használatát és a bejelentkezési kötelezettségeket ellenőrzik a próbavásárlás során. Mindemellett a nyáron már megkezdett vendéglátósok ellenőrzését folytatják, itt is a számla és nyugta kiállítását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgépekkel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják felül. Különleges helyszínen mérhették össze tudásukat az ifjú zongoristák. A hétvégén a hajósi egykori érseki kastély adott otthont a Barokk Művek Zongoraversenye című eseménynek, amely során a növendékek játéka nem csak a dallamokban, hanem látványban is tükrözte a meghatározó zenei korszakot. Valódi időutazásnak lehettek részesei azok, akik versenyzőként vagy akár nézőként részt vettek a Barokk Művek Zongora versenyén szeptember 24-én szombaton. Az esemény a Zenevilág Művészeti Alapítvány szervezésében jött létre, amelyre országszerte több városból, de Szerbiából és Ukrajnából is érkeztek versenyzők. Ari Bencses Anikó híradónknak úgy nyilatkozott, 2 éve szervezték meg az első online zongora versenyt, most azonban úgy gondolták, hogy jelenléti formában tartják meg az eseményt. Mivel Bajától nincs messze a hajósi Barokk kastély, az alapítvány első személyes megmérettetésének ezt a helyszínt választották, az időpontot pedig az első Kotta kiadás évfordulójára időzítették. Júniusban hirdettük meg a versenyt, nyáron a tanárok szabadságon vannak, tehát ennek ellenére egy 50 körüli létszámmal szembesülhetünk szeptember 10-én, addig lehetett jelentkezni. Ez első körben egy abszolút reális szám lehet, reggel kezdtük 9:30-kor, és mindjárt este van, tehát egy teljes napos programot tudtunk ebből az 50 jelentkezőből létrehozni, mi elégedettek vagyunk. A helyszín mellett a versenyzők megjelenése is hűen tükrözte a termékeny zenei korszakot, ugyanis a növendékek közül többen is barokk stílusú ruhában játszották el választott darabjaikat, amelyeket a Bajai Fiatalok Színházától, valamint Szekszárdról kölcsönöztek. Segítenek szerintem, meg hátráltatnak is. Hátráltatnak abban, hogy nagyon-nagyon nehéz benne levegőt venni, kezet emelni, tehát mindent, viszont segítenek, mert még jobban vissza lehet repülni az időben. Az ifjú zongoristáknak elsőként a verseny tematikájába illő barokk művet kellett játszaniuk, emellett pedig egy eltérő zenetörténeti korszakból származó darabot értékelt tőlük a zsűri. Szejc Csanád tavaly óta jár zongora órákra. A hangszer iránti szeretete, valamint tanára biztatása miatt vett részt a megmérettetésen. Egy érzésnek mondhatnám, hogy az innen jött, mert igazából nem én döntöttem el, hogy zongorista leszek, ez csak úgy jött, hogy zongorista leszek. Mennyit szoktál gyakorolni, illetve mennyit gyakoroltál a mai versenyre? Hát eléggé sokat szoktam gyakorolni, és legalább úgy 2-3-4 hónapot vagy többet gyakoroltam erre a versenyre. A növendékek teljesítményét szakmai oldalról Gerhátné Paprita, a Kecskeméti Kodály iskola zongora és csembaló tanára értékelte, valamint a szervező Ari Bencses Anikó, illetve Kunosné Dankó Ilona, a Bajai Lisztami zongora tanára, és Csizmadia Angelika, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem csembaló tanára is helyet foglalt a zsűriben. Az élményekről és az eredményekről hamarosan személyesen is beszámol majd nézőinknek Ari Bencses Anikó, televíziónk Bajai Kultúra című magazinjában. A fenntarthatósági elv alkalmazása érdekében felkészítő képzést szervez gyakorló pedagógusok számára a Budapesti Corvinus Egyetem és a Kék Bolygó Alapítvány.
Takács Előd, az intézmény rektora kiemelte, a klímaváltozás miatt egyre fontosabb komplexen a modern tanítási elveknek megfelelően értelmezni és oktatni a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteket. Cipán Katalin, a Kékbolygó Alapítvány tanácsadója úgy fogalmazott, a fenntarthatóságra való felkészítés többek között társadalomtudományi, gazdasági és természettudományos ismereteket is magában foglal. A képzés időtartama 4 fél év, amelyből az első 2 szemeszter során általános ismereteket tanulhatnak, ezután pedig a szakmai képzés zajlik, amely az egyetem oktatóinak segítségével sajátítható el, és az Alapítvány Zöldföld projektjében kifejlesztett fenntarthatóság tantárgy oktatására készíti fel a tanárokat. A fenntarthatóság, mint tantárgy 2024-től már választható érettségi tárgy lesz. A képzés finanszírozási formájáról később adnak tájékoztatást a szervezők. Speciális nemzetközi judó versenyt rendeztek vasárnap a Vasvári Pál utcai judóteremben. A program házigazdája a Mogyi Bajai Judóklub és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség volt. A speciális versenyzők mellett a Mindenkinek Aranyérmet házi verseny ifjú judokái is tatamira léptek. Első alkalommal rendeztek Baján speciális nemzetközi judó versenyt. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Mogyi Bajai Judo Klub által szervezett eseményen sajátos nevelési igényű sportolók küzdöttek egymással. A jó hangulatú megmérettetésen két ország 6 egyesületének 30 résztvevője lépett tatamira a Vasvári Pál utcai judóteremben. A verseny Nyirati Klára Bajaváros polgármestere nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, sok értékes dolgot nyújt a sportág, többek között toleranciára tanít, önbizalmat ad és javítja a mozgás koordinációt. A megnyitót követően a szervezők divíziókba osztották a sportolókat, és ezután megkezdődtek a küzdelmek a tatamin. Divizionálás minden esetben nagyon fontos, 5 divízió van a speciális judóban, nagyon fontos a gyermek tudása, így mindig az aznap itt mérjük fel, lehet, hogy az edző egy 3-as divízióval küldi el a gyermeket versenyzni, aznap esetleg lehet egy nagyon rossz napja, ami azt jelenti, hogy ezt a szintet nem tudja, így ezen a versenyen semmi negatívum nem érheti. Tehát mindig megnézik szakemberek, itt megnézik azt, hogy tudja az iránytartást, a feladattartást, illetve amit kiadunk nekik utasításokat, hogyan tudják végrehajtani. Baja testvérvárosából, Zomborból is érkezett 5 versenyző a rendezvényre. A magyar speciális judósok jó kapcsolatot ápolnak a szerbiai egyesülettel, többször jártak már náluk versenyen és közös edzéseken. A Mogyi Bajai Judóklub 2 sportolót indított a hazai eseményen. Györfi Bence a 3-as divízióban első helyen végzett, míg Olasz Krisztina a 2-es divízióban ezüstérmet szerzett. Az Életjel Alapítvány budapesti versenyzője, Lipták Viktória a bajai kihívóját legyőzve állhatott fel a dobogó legfelső fokára. 2016 óta judózom, de volt már, hogy abba hagytam, mert nem tetszett, hogy ide-oda vágtak, de aztán megkedveltem, mert végül is az edzőm meg az anyukám mondta, hogy járjak, mert végül is jó. És szeretem csinálni, mert akkor meg tudom magam védeni. A speciális versennyel egy időben a terem másik részében Mindenkinek Aranyérmet elnevezésű házi versenyt rendeztek a legkisebb bajai judósok számára. Az egyesület edzői fontosnak tartották, hogy lássák a gyerekek, hogyan sportolnak a fogyatékkal élők. Igazából nem is, itt nincs végeredmény, mindenki győztes. Aki itt eljön és bebizonyítja, hogy ő tud küzdeni, az azt gondolom, hogy megérdemli a jutalmát, így aztán nem is teszünk különbséget első, második, harmadik helyezettek között, hanem mindenki egyformán egy érem jutalmal. És szeretném ezúttal is megköszönni a Mogyi Kft. Segítségét, akik egy kis termékkel is segítenek a jutalmazásban. A klub nagyobb versenyzői szombaton Kecskeméten vettek részt a Mindenkinek Aranyérmet versenyen. A bajaiak 19 fővel képviseltették magukat a megyeszékhelyen, ahol több mint 150 judós lépett tatamira. Minden mogyi sportolónak jutott legalább 2-3 küzdelem, ami remek tapasztalatszerzés volt az ifjúságnak a nagyobb megmérettetésekhez.
Püspöki Patrik bemutatkozott a Bundesligában. A Mogyi Bajai Birkózóklub versenyzője az idei szezonban is vendégjátékosként szerepel Németországban. Az első fordulóban 130 kg-ban képviselte német csapatát, annak ellenére, hogy Patrik csak 90 kg-mal mérlegelt. A Bajai Birkózó ennek ellenére is magabiztos 4-1-es győzelemmel kezdett a Szőnyegen. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Szívünk napja. Ingyenes szűrésekkel és előadásokkal hívták fel a figyelmet a milliókat fenyegető megbetegedések megelőzésére. Rendkívüli helyzet. Több szolgáltató bezárt a folyamatos drágulás és a várható fűtésszámlák miatt. Dzsúdósok lepték el a tatamit vasárnap. Speciális nemzetközi dzsúdóversenyt rendeztek Baján. Műsorunk végén köszönöm figyelmüket, legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Szép estét kívánok, viszontlátásra! Szerdán napos idő várható, de napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Helyenként előfordulhatnak záporok, néhol esetleg zivatar is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13 fok között valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában szerdán 16 és 20 fok között alakul.